Megkezdődött az adventi készülődés a városba. Helyre került Bicske karácsonyfája, melyet Ladányi András és családja ajánlott fel. Rövidesen ez a fa Bicske város fáját fogja jelképezni itt a karácsonyi időszak alatt. Beszéljünk egy kicsit a fának az előtörténetéről. Hány éves növényről beszélünk, illetve mit lehet tudni róla? Ez egy 15 éves fa. Már mi ültettük itt a család. Egy Nordman fenyő, és iszonyatos növekedésnek indult. És elgondolkodtunk rajta, hogy a szomszédokkal a jó viszonyt megőrizendő, ezt a fát nem növesszük tovább a házukra, és valami nemes folytatást szerettünk volna, és így jött az ötlet, hogy legyen belőle város karácsonyfája. És ezt nagy örömünkre elfogadták, és ezt a felajánlást, és hát most lesz egy nagy akció, amikor is jönnek a tűzoltók, és kivágják ezt a fát. Mit lehet erről most tudni, hogy ez körülbelül ugye mekkora, meg hát azért ugye itt az évek alatt, tehát az elmúlt időszak alatt ugye jócskán nőtt, erről hát gondolom egy elég nagy gyökérzet is van alatta. Persze, igen. Hát ez körülbelül olyan 10-12 méter magas. Reggel már itt voltak a srácok, és az alját azt fölpucolták, tehát ami most látható, az lesz tulajdonképpen a város karácsonyfája, tehát az a magasságú rész lesz a város karácsonyfája. Hasznosítottuk a levágott ágakat is, mert abból viszont adventi koszorúk készülnek majd. Hatalmas fenyőszállításában és elhelyezésében a helyi tűzoltók és a gazdasági szervezet munkatársai nyújtottak segítséget. Az ünnepre hangolódás folytatódik, hiszen már kész az adventi koszorú és Bicske ünnepi díszvilágítása is.